Kedves nézőink, Önök a Karcagi Jobbik televízió adását látják. Mai műsorunk a Magyar Megmaradásért címet viselő szolnoki demonstráció összefoglalója riportokkal. A május 5-én tartott rendezvényen beszédet mondtak Szecsei Attila, Jász-Nagykun Szolnok megyei elnök, Budaházi György édesanyja és Volner János országgyűlési képviselő. Szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén itt Szolnokon. A magam és a Jobbik Magyarországért mozgalom Szolnok megyei elnökségének a nevében, illetve a Jobbik Magyarországért mozgalom Jász-Nagykun Szolnok megyei szervezetei nevében. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Szecsei Attila vagyok, a Jobbik Szolnok megyei elnöke. Szeretettel köszöntöm a jobbikosokat, a jobbikos szimpatizánsokat, és mindenkit, aki a felhívásunkra a mai napon itt megjelent és támogat bennünket. Külön köszöntöm Korondi Miklós országgyűlési képviselőt Ceglédről. Köszöntöm a megyei közgyűlés jobbikos frakciójának tagjait. Azonban nagyon baj van az MSZP-vel és a Fidesszel. Mire is gondolok? Az MSZP újabban nemzeti színekbe öltözött, és így próbálja meg az embereket átcsalni a saját oldalára, de ne legyünk vakok, tudjuk, hogy az MSZP továbbra is a balliberális gondolatok fertőjét közvetíti. A megyei közgyűlésben legutóbb azzal a felvetéssel álltak elő, hogy nevezzük át az ügyrendi bizottságot Határon túli magyarok bizottságának, volt pofájuk ehhez, pedig ők voltak azok, akik a Gyurcsányi Trianont ránk szabadították. És amikor a megyei közgyűlésben mi rákérdeztünk erre, hogy hogyan is gondoljátok ezt, hogyan gondolják, azért azt hozzáteszem, hogy nem vagyunk tegező viszonyban, és még általában kezet sem szoktunk fogni az MSZP-s képviselőkkel, akkor azt mondták, hogy a helyi politika más. Én azonban úgy gondolom, hogy nem lehet más, hiszen mindig a fejétől bűzlik a hal. Az álszent MSZP mellett ott van a még inkább álszent Fidesz, amelyről végképp lehullott a nemzeti állarc. Úgy gondolom, és szerintem mindannyian úgy gondoljuk, és azt is látjuk, hogy az a politika, az a gazdaságpolitika, illetve a politikájuk minden egyes mozzanata arról szól, hogy hogyan lehet erre az országra azt a liberális politikát nemzeti színben ráerőltetni, amelyet az előző kormányok, Medgyesi, Bajnai, szerintem elég is őket megemlíteni. Amit ők félbehagytak, azt most a Fidesz be fogja fejezni. Jó napot kívánok! Szeretném megkérdezni, hogy a radikalizmus hogyan alakul a parlamenti munkában? Hát mi azt látjuk az országgyűlésben, hogy a Jobbik az egyetlen radikális párt, az elmúlt 20 év politikája pedig azt mutatja, hogy olyan pártok vannak a Jobbikon kívül a parlamentben, akik többé-kevésbé ugyanazt fogják folytatni, vagy ugyanazt szeretnék folytatni, mint ami az elmúlt 20 évben történt az országban. Érdemi változás, ha rajtuk múlik, nem lesz, ha rajtuk múlik, akkor azonban gyökeres és radikális változást tudok ígérni mindenkinek. Hallottunk egy feljelentésről híreket, ami Gyurcsány Ferenc ellen indult. Tudná erről valamit mondani? Gyurcsány Ferenc és Richard Field ellen indítottunk egy büntetőeljárást, nagyon bízom benne, hogy el is fog indulni. Legfőbb ügyészségen feljelentést tettünk azért, mert mindketten a nyilatkozataikkal igyekeztek közpánikot kelteni, igyekeztek Magyarország nemzetközi hírnevét lejáratni, és igyekeztek a cigány lakosságot hiszterizálni. Olyan valótlan kijelentéseket tettek mindketten, miszerint a cigány lakosság Magyarországon vagy Gyöngyöspatán életveszélyben lenne, és ezért aztán evakuálni kell őket. Ez a közveszéllyel fenyegetés miatt történt a feljelentés, és nagyon szeretnénk, hogyha a legfőbb ügyész úr megvizsgálná alaposan azt, hogy alkalmasa voltak-e ezek a törvényi tényállási elemek arra, hogy ezt a bűncselekményt megvalósítsák az elkövetők. Mi úgy gondoljuk, hogy igen, nagyobb bízunk abban, hogy lefolytatja a legfőbb ügyész úr az eljárást. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.
Milyen apropóból jött erre a rendezvényre, és mit szeretne közölni a nagy közönséggel? Hát először is úgy köszönök, hogy szabadság, mert a Budaházi György, amikor megérkezik a tárgyalásokra a hat kommandós között, akik bilincsbe hozzák, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy szabadság. Azért jöttem el erre a rendezvényre, mert megígértem, hogy bármilyen rendezvény van, ami akár Jobbik, akár a Gyuri melletti tüntetés, ha szólnak nekem, én mindenhova elmegyek beszélni. Hogy áll most Budaházi György ügye, és mi várható a későbbiekben? Budaházi György és társainak a pere május 18-án kezdődik a tanúk kihallgatásával. Hát én bízom benne, hogy a hatalom, mert ugye a hatalom ma is a legnagyobb bűn, hogyha a hatalom arcáról fellebbentik a fájtlat, és az igazi valóságot megmutatják az embereknek, hát ez a bűn a Budaházi Györgynek, és ezt kiismerte mondani, az igaz valóságot, tehát elmondta, hogy a szép szavak és az ígérgetések mögött tulajdonképpen a magyar nemzet kifosztása, és a magyar nemzetnek az eltüntetése folyik. Ezért van most ott a Gyuri, mert 98-tól kezdve azért ő az egyike a fáklyavivőknek, akik felhívták a nemzet figyelmét arra, hogy mi történik a politika leghatalmasabb ágaiba. És úgy néz ki, hogy a fáklyavivőket még ma is bilincsbe hordják. Köszönöm szépen. És honnan, hogy tudunk ebből kilábalni? Én bízom benne, május 18-án kezdődik a terrorizmus pere. Ez is nagyon érdekes, hogy igazán senki se tudja definiálni, hogy mi az a terrorizmus. Azért nálunk soha, magyarok soha nem voltak terroristák, mi soha nem lőttünk le politikusokat. Jó napot kívánok! Szeretném megkérdezni, Cegléden hogyan áll a Jobbik, és milyen Cegléden a közbiztonság? Igen, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Cegléden a közbiztonság hasonlóképpen alakul, mint ahogy minden településen szerintem Magyarországon. A közbiztonsággal az a gondunk, hogy végre valamikor rendet kéne már tenni. Orbán Viktor miniszterelnök úr és Pintér Sándor belügyminiszter azt ígérte, hogy 2 hét alatt rendet tesz Magyarországon. Ezzel szemben nem látjuk ennek a nyomait sem. Cegléden is, mint nagyon sok település a Magyarországon, a Szebb Jövő Polgárőr Egyesület bontogatta szárnyait, nem is olyan régen, 12 főre duzzadt föl, annak érdekében, hogy segítség a rendőrségnek és a már meglévő polgárőrségnek a tevékenységét, és helyi rendőrséggel bejelentett és egyeztetett módon Cegléden a vasútállomás és a középiskolák környékét próbálták őrizni a rendet és a biztonságot, hisz a ceglédiek igazán tudják, hogy a középiskolásokat sajnos cigány csoportok inzultálják, elveszik a mobiltelefonjukat, a kis napi járandóságait, pénzüket, és nagyon sok atrocitás éri őket. Ezért a Szebb Jövő Polgárőr Egyesület vállalkozott arra, hogy segítse ezeket a fiatalokat, hisz köztudott, hogy Cegléd az egy iskolaváros, és a vasútállomás és a középiskola, illetve az iskola intézmények között fordulnak elő ezek a nem kívánt események, és ezt a területet védte eddig a Szebb Jövő Polgárőr Egyesület Cegléden, de ahogy lehetett hallani, hétfőn egy olyan egyenruhás bűnözés című törvényt alkotott meg a Magyarországgyűlés, hogy ez már elhetetlenné válik az elkövetkezendő időszakban. Nem véletlenül, hogy a Jobbik, mivel alkotmány ellenesnek ítélte meg ezt a törvény javaslatot, az Alkotmánybírósághoz fordult beadványával, és bízunk benne, hogy meg fogják semmisíteni ezt a törvényt. A ceglédi szervezettel kapcsolatban annyit szeretnék tájékoztatásul mondani, hogy mi már a kezdetektől vagyunk, hisz 8 éve működik a ceglédi szervezet. 5 alapító taggal kezdtük a pályafutásunkat, most közel 40 szervezeti tagunk van, rengeteg rendezvényünk volt. Magyarországon a Jobbik szervezetein belül, ha jól emlékszem, mi állítottunk először trianoni emlékművet. Azóta van 2004. június 4-e óta Cegléden trianoni megemlékezés. Mi voltunk azok, mert már akkor is lehetett érezni ezt a nagy média zárat körülöttünk, akik elkészítettük a Jobbik helyi hírlevelét Gerje Mente címmel, és azóta 13-15 ezer példányban jelenik meg a ceglédi 40-es városban, és ezt próbáltam Pest megyei elnökként és Szolnok megyei szervezetek létrehozójaként elplántálni a szervezeti elnökök körében, hogy mindenki, aki teheti, hozzon létre egy helyi hírlevelet, ahol a Jobbik híreit lehet közölni,
és el lehet juttatni az ott élő emberekhez. Köszönöm szépen. Fogadják szeretettel Volner Jánost, országgyűlési képviselőnket. Én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik jelenleg az országgyűlésbe mentek, azok nem azért kerültek oda, mint amit nagyon sokan ott hisznek magukról. Ők ugyanis azt hiszik magukról, hogy ők most a hatalomban ülnek, és nekik a népet irányítani kell. Kérem, ez egy rettenetesen nagy tévedés. Az országgyűlési képviselő munkája is, a miniszter munkája is, de még a miniszterelnök munkája is a szolgálatról szól. A szolgálatról, a nép szolgálatáról. Ha a politikai hatalom ezt nem hajlandó tudomásul venni, ha az emberek azt látják, hogy Magyarországot a kétharmados felhatalmazására oly büszke kormányzópárt frakcióvezetője egy olyan luxusautóba ül, ami 450 lóerős, természetesen az adófizetők pénzéből megfizetve, és azt látják, hogy miközben egyik oldalról a nadrágszíj meghúzásáról papolnak, aközben nekik gyakorlatilag minden jár a közös kasszából, és ha azt látják az emberek, hogy ez a politika bármilyen nemzeti színű szalaggal legyen átkötve, tovább folytatódik, és a továbbiakban is ugyanúgy el akarják velünk tartatni a cigányságot, és nem akarnak ezen a helyzeten változtatni, nem akarják a cigányokat a munkavilága felé terelni, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy el fognak pártolni az emberek a Fidesztől, mint ahogy már most is láthatjuk, és ne csodálkozzunk azon, hogyha egyre több embernek kinyílik a szeme, és fölismeri azt, hogy ígéretek ide, szép szavak oda, ez az egész csúnya hazudozás, ami az elmúlt egy évben, meg még a választási kampányban ment, ez sehova nem vezet. Jó napot kívánok! Szeretném megkérdezni, milyen apropóból jött létre ma a Szolnokon ez a rendezvény, és hogyan értékelni ezt? A mostani demonstrációnk, a mai rendezvényünknek az apropóját az adta, hogy tulajdonképpen egy éve alakult meg a Orbán kormány, az Orbán kormány, és azt hiszem, és azt gondoltuk, hogy egy év alatt ugye olyan mérleget lehet vonni, amelyből látjuk azt, hogy hová halad ez az ország, illetve milyen problémák vannak. Úgy gondoltuk, hogy mindenképpen meg kell osztani az emberekkel azokat az információkat, amelyeket az országos médiumok esetlegesen elhallgatnak, vagy alig ismertetnek. Tehát kiemelt kérdésként kezeltük a mai napon a közbiztonság, vagy ha úgy tetszik, akkor a közbizonytalanságnak a helyzetét, a magyar földnek, a magyar ivóvízkészletnek a helyzetét, illetve azokat a problémákat, amelyekkel egy átlag magyar munkavállaló mindennapokban találkozik. Mire gondolok itt? Elsősorban ugye a személyi jövedelemadó kulcsának változásával átlag emberek ugye kevesebb fizetést visznek haza, a táppénznek a mértékét csökkentették, a munkanélküli járulék most már kevesebb időre szól, tehát mindezek a problémák úgy gondoltuk és úgy gondolom én is, hogy alapban befolyásolják a magyar emberek mindennapjait. Hogyan értékelni a rendezvényt? Mennyien voltak? Erre számított? A rendezvényt én magam nem is tudom, hogy nekem kell ezt értékelnem. A választókerületek küldöttségei szép számmal megjelentek. Szolnokváros lakosságát hiányoltam tulajdonképpen, de azt hiszem, hogy ha ezen az úton haladunk tovább, és ezt a missziós tevékenységet folytatjuk, és minél több embernek tudjuk fölnyitni a szemét az elkövetkezendőkbe, akkor jövő héten, jövő hónapban kétszer ennyien, háromszor ennyien is leszünk. Köszönöm. Kedves nézőink, az adás folytatását a következő videón nézhetik meg. Volner János vágatlan beszédét megtekinthetik az internet www.karcagjobbik.tv oldalán. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!